Lecsapott az idei első hőhullám Spanyolországra. A hőmérséklet 15 fokkal magasabb, mint az év ebben a szakában megszokott átlag. Egyes területeken szombaton 44 Celsius fokot mutatott a hőmérő, amivel az idei az évszázad legmelegebb májusa lett. A hőhullám oka az Észak-Afrikából az Ibériai félszigetre beáramló sivatagi meleg levegő. Spanyolországban évente 2000 ember hal meg a hőség következtében. Megerősíthetjük, hogy a meleg éghajlat, Észak-Afrika éghajlata Dél-Európa felé mozog, és ennek az a következménye, hogy az évszázad közepére hosszabb, intenzívebb aszályos időszakok, és természetesen magasabb hőmérséklet várható. Egy olyan viszonylag hűvös spanyol városban is, mint például La Coruña, a nyári hónapok hasonlóak lehetnek majd, mint a marokkói Casablancában, mondta a spanyol meteorológiai szolgálat szóvivője. A kormány arra figyelmeztette az embereket, hogy a szárazság miatt erdőtüzek is kialakulhatnak. Spanyolországban tavaly augusztusban volt a legmelegebb nap, akkor 47,4 Celsius fokot mértek.